Kedves nézőim, olvasóim, hallgatóim! Aki rendszeresen nézi a csatornámat, az pár hónappal ezelőtt hallgathatta az Oroszország hatalmi rendszere című videómat, amelyben a jelenlegi putyini elnyomó zsarnoki Oroszország struktúrájáról igyekeztem pár gondolatot megosztani veletek. Aki véletlenül nem nézte meg, persze iratkozzon fel a csatornámra, és bátran megtalálhatja. És hetek óta foglalkoztat a gondolat, hogyha Oroszországról beszéltem nektek, akkor történelmi analógiák alapján a jelenlegi Magyarország hatalmi rendszeréről is talán meg kellene néhány gondolatot osztani az érdeklődőkkel. Azért haboztam sokáig, mert ez a YouTube csatorna, ahogy már sokszor elmondtam, történelmi jellegű, erkölcsi alapokon álló, nem politikai csatorna és végképp nem pártpolitikai alapokon álló. Épp ezért a történelemből kiindulva igyekszem eljutni a jelen Magyarországáig, és szeretném fölvázolni, hogy nagyjából hogyan is működik a mai magyar hatalmi rendszer. Nyomatékosan szeretném elmondani, hogy nem törekszem a teljességre, csak néhány szempontot szeretnék fölvillantani. Természetesen kíváncsi vagyok a hozzászólásaitokra, kérdéseitekre, kommentjeitekre, és ha tetszik, akkor iratkozzatok föl. És néhányszor félre fogok pillantani, ugyanis készítettem jegyzeteket, de ahogy mondtam nektek, így sem leszek teljes. A magyar, jelenlegi magyar politikai rendszer sajátossága egy erős párt köré épül, melynek nevét nem mondom ki, de talán annyit elárulhatok, hogy a színe általában narancs szokott lenni. Csak ez nem újdonság a magyar történelemben, van két hasonló struktúra a korábbi időszakban, egyik a szabadelvű párt, a dualizmusnak a 30 éven keresztül 1875-től 1905-ig uralkodó pártja, amelyet Tisza Kálmán 15 évig tartó miniszterelnöksége kezdett el 1875-től 90-ig. A jelenlegi miniszterelnök után ő a második leghosszabb ideig kormányzó kormányfő a magyar történelembe. Szóval a szabadelvű párt, amely 30 éven keresztül mindig megnyerte a választásokat. Aztán ezt a hagyományt folytatja, kicsit modernizálva a két világháború között Bethlen István egységes pártja, aki a 20-as és a 30-as években szintén többször nyert választásokat. Csak hogy ne felejtsük el, kedves történelmi iránt érdeklődő hallgatóim, hogy akkor tájt Magyarországon antidemokratikus, nyílt választási rendszer volt, a dualizmus alatt vagyoni cenzussal, Bethlen alatt pedig műveltségi cenzussal, vagyis csak bizonyos iskolai végzettség fölött volt szabad szavazni, ami persze lehetett szavazni, ami persze szintén valójában vagyoni cenzust, a szegények kizárását jelentette. Csak hogy a jelenlegi Magyarországon, szóval ezek a hatalmi rendszerek tették lehetővé egy erős párt korlátlan állandó választás nyerését, hiszen a nyílt szavazás révén a választók korrumpálhatóak voltak, megvehetőek voltak, kényszeríthetőek voltak, befolyásolhatóak voltak, számtalan praktikával éltek a választási bizottságok, az ellenzéki szavazók kizárásával, megvárakoztatásával, megfenyegetésével, függésben tartásával. De Magyarországon a 20. század második fele óta bizony általános és titkos választójog uralkodik, ami azt jelenti, hogy a hatalmon lévő rendszernek nincs annyira könnyű dolga, mint amikor oda terelték a nyomorult vidéki parasztembereket mondjuk 1926-ban, hogy tessék Bethlen Istvánra szavazni. Hát hogy működik ez a jelenlegi, nem egypárti, de mégis hatalomközpontú Magyarország? Hát először is néhány szót a hatalmi ágakról. A törvényhozó hatalmi ág az országgyűlés, vagy hívjuk bátran parlamentnek is, meg egykamarás, amelyet 4 évente mi állampolgárok választunk meg. De hát nézzük a jelenlegi választási rendszert. 1990 és 2010 között kétfordulós választási rendszer volt Magyarországon, ami azt jelentette, hogy a két forduló között tág lehetőség nyílt az egymással szövetkező pártok jelöltjeinek visszaléptetésére egymás javára. Hazánk jelenlegi miniszterelnöke Orbán Viktor jól ismeri ezt a rendszert, hiszen 1998-ban az akkori ellenzék győzelmét annak a technikai lépésnek köszönhette, hogy rengeteg vidéki választókörzetben a kisgazdapártiak, független kisgazdapárt, kiemlészik már erre a pártra, visszaléptek a Fidesz és MDF jelöltek javára, néhány helyen a Fidesz és MDF jelöltek léptek vissza a kisgazdák javára, és így a második fordulóra egy kormánypártival szemben egy ellenzéki jelölt maradt, többnyire az ellenzékiek győztek, és így került a Fidesz-MDF független kisgazdapárt koalíció kormányra. Most egyfordulós választás van, megszűnt a két választási forduló közti visszalépés lehetősége, ez pedig az egy erőteljes, egyszínű kormányzó tömb és a tömb szavazók sikerét vetíti előre.
A másik fontos, hogy bizony 2010 után átrajzolták az egyéni választókerületeket. Korábban 20 évig 176 egyéni választókerület volt, most csak 160. Nagyobbak lettek, és hát a választókerületek határainak meghúzásánál bizony úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormányzati hatalom szempontjai érvényesültek, alapvetően városokhoz hozzácsaptak vidéki falusi körzeteket, mert a szociológiai kimutatások szerint a falusi szavazók a jelenlegi kormányzat erőteljesebb támogatói, mint a városiak, és így egy esetleges városban bekövetkezendő, talán ellenzéki választási győzelmet ki tudnak egyensúlyozni, és kormánypárti győzelemmé tudnak átalakítani az egyéni választókörzetben a falusi és vidéki szavazók. Persze még már sokat mondhatnék a választási rendszerről, de azért térjünk át egy olyan hatalmi ágra, melyet a negyediknek tekintünk, de alapvetően befolyásolja az első, a törvényhozó hatalmi ág megválasztását, ez a sajtó. Hiszen, ahogy mondottam nektek, 1920-as években és még korábban 1880-as években, a nyílt szavazás évén a falusi szavazók korrupció, nyomás, vesztegetés hatására úgy szavaztak, hogy a kormányzat akarta, persze nem mindenhol az országban. Most viszont a magyar állampolgárok szavazási hajlandóságát, szavazási döntéshozatalát nagyon erőteljesen befolyásolja a sajtó. Az alkotmány és a most hatályos alaptörvény szerint is a sajtónak sokszínűnek kell lennie, a állami médiának pedig az alkotmány, az alaptörvény szerint hiteles, független, semleges, pártsemleges, sokoldalú tájékoztatást kell nyújtania. Hát szerintem azért olyan nagy újdonságot nem árul kell nektek, hogyha ez a mai Magyarországon kevéssé valósul meg. És akkor néhány gondolatot erről. Hát létezik az a bizonyos Magyar Televízió, amelyik több csatornán működik, Magyar 1, Duna Televízió, Duna World, M5, stb. Stb. És anélkül, hogy milyen kifejteném, nem szorul belém különösebb elemzői véne, hogy eláruljam nektek, ez bizony nem pártsemleges. Ha YouTube videóim megnézése után még maradtok ezen a videó megosztó csatornán, és mondjuk olyat, hogy neveket, hogy Bende Balázs, bár nem akarok neki reklámot csinálni, vagy néhány durva híradó részlet megnéztek, hát ki kell mondjuk, hogy a Magyar Televízió jelen pillanatban sajnos nem teljesíti az elfogulatlan pártsemleges tájékoztatás szempontjait, kifejezetten a jelenlegi kormányzati párt propaganda anyagokat tolja ezerrel a választók arcába, számtalan hírről nem számol be, amely hírekről beszámol, azokat maga válogatja meg, és tudatosan a párt kormányzati propaganda tevékenységet erősítve. Ezt akár nyilváníthatjuk, mint egyszerű állampolgárok alkotmány és alaptörvény szegésnek is. Aztán van a TV2. A TV2 egy nagy kereskedelmi csatorna, elvileg egy magáncég, ugye 1997 őszén jöttek létre az RTL-el együtt, sokáig külföldi tulajdonban volt, aztán valamikor a 2010-es években hát bizony az történt, hogy a jelenlegi kormányzati hatalom magához ragadta a TV2 irányítását, úgy történt ez, hogy a Magyar Fejlesztési Bank, amely állami tulajdonban van, amelynek a célja a magyarországi vállalkozások támogatása lenne, hitelt nyújtott, és hát a jelenlegi kormányzat bizony szerzett egy honfitársunkat, aki már elhunyt és nem akarom a nevét mondani, aki a nevét adta a tranzakcióhoz, aki a nevére vette a TV2-t, és így a televízió kettes csatornáján, mely az RTL-el versenyezve a legnézettebb magyar csatornák egyike, hiszen kereskedelmi, hiszen a műsorai szórakoztató jellegűek, nem mintha én nézném őket, és valószínűleg tömegek nézik őket, főleg a vidéki lakosság, az idősebb lakosság és talán a kevéssé iskolázott lakosság. Pont ezek a célcsoportok, akik legkönnyebben befolyásolhatók a jelenlegi kormányzati hatalom által, ezek az emberek persze azért nézik a TV2-t, mert szórakozást lelnek benne, de utána ott maradnak ennek a csatorna híradóján, mely elég abszurd módon a Tények címet viseli, és különösebben nem kell elemzői vinna, hiszen ennek a Tények című műsornak a bemondói, szerkesztői saját maguk álltak ki a Facebookra, és elmondták április 3-a előtt, hogy tessék a jelenlegi kormányzatra szavazni. Ez persze fölvet, mint állampolgár bennem kérdéseket, hogy egy csatorna híradósa hogyan buzdít egy pártnak a támogatására. Szóval a TV2 óriási elérése nagyon jelentős támogatottságot biztosít a jelenlegi kormányzatnak a választásokon.
Kevésbé szoktunk figyelni, mert mindig csak az MTV, a magyar tévén akadunk ki, hiszen neki elfogulatlanak és pártsemlegesnek kell lennie, de azért a kereskedelmi tévének is annak kell lennie, és ne felejtsük el, a TV2 nézettsége sokszorosa a magyar egy nézettségének, úgy is mondhatnánk, hogy a jelenlegi hatalom egyik oszlopa az a TV2. Aztán nem tudom, kedves nézőim és hallgatóim, mit mond nektek az, hogy kesma. Semmi csúnyaság, ez egy betű szó, azt jelenti Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány. Nemrég a 2010-es években sajtóorgánumok százai, a nyomtatott sajtótól a reklámújságokig és rádióállomásokon és internetes websájtokon keresztül bekerültek egy média alapítványba, amelynek a vezetése, irányadói elég jelentősen kötődnek a jelenlegi hatalomhoz. Hogy csak egy totális információt mondjak nektek, az összes, hazánk összes 19 megyének napilapja mind egy kézben van, a helyi hírek, a kis színes hírek mellett, tudom, mert megnéztem gyakorlatilag vidéki tartózkodásom alatt, a központi híreket ugyanarról a központi kormányzati pártközpontból adják le vidékre, ugyanazt mondja az összes megyei napilap, aki ugyanazokat a központi propagandanyagokat adja, aki Magyarországon vidéken tájékozódik, ugyanazt gondolja, hogy Magyarországot migráns invázió fenyegeti, hogy Soros György a magyar haza legfontosabb ellensége, és ne felejtsük el, ismételten a kevésbé iskolázott, inkább idősebb, viszont aktív szavazó honfitársaink tájékozódnak a megyei napilapokból. Szóval a kesma a jelenlegi hatalom újabb bázisa. És akkor rádió. Egy megdöbbentő információ. Nemrég mesélte valaki, hogy a 90 főve egy kazettát hallgatott, mi az, hogy kazetta, kedves fiatalok, és felvett egy zeneszámot a 90-es évek egyik vidéki rádiójából. Ez miért érdekes? Mert véletlenül a zeneszám mellett fővette a helyi rádióadást is, jöttek a hírek, és érdekes hírek voltak, melyik pártnak mi a véleménye. Bekövetkezett az jelen pillanatunkra a 10-es években, hogy ez nem fordulhat elő, az összes, és az Európai Unióban ez garantáltan példátlan, az összes rádiócsatorna valamilyen módon a jelenlegi kormányzathoz kötődik, különböző tulajdonosi hálózatok révén. A legtöbb csatorna persze szórakoztató műsorokat és zenét ad, de a hírek, amik lehet, hogy csak ritkán hangzanak el, és lehet, hogy nem is hosszú hírek, és nem is tűnnek pártpolitikai híreknek, de mégis valamilyen fódon, valamilyen formátumban a jellegi kormányzati propagandának a súlykolását közvetítik a lakosság fölébe. Ha valaki nem tudatos, hanem csak rádióhallgató, hanem csak egy egyszerű zeneszámot hallgat, akkor évek alatt az mászik be a fülébe, amit a jellegi kormányzati hatalom mondani akar. Szóval a sajtó, az úgymond negyedik hatalmi ág, a jelenlegi kormányzati rendszer legfőbb bázisainak egyike. És hát úgy látom, hogy van még néhány följegyzés számomra, úgyhogy azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez a videó kezd hosszúra nyúlni. Ígérem, nem sokára folytatni fogom, addig is iratkozzatok fel, kérdezzetek, kommenteljetek, és ha tetszik, ajánljátok videóimat másoknak is, és ne felejtsétek el, a történelem iránymutatás és példa a jelen számára.